Áldást, békességet, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket karácsony előtt, advent időszakában. És ebben a református köszöntésben, hogy áldást, békességet, tükröződik is a karácsony lényege. Az, hogy az Úristen a maga mennyei tárházát, a maga áldásának teljességét megnyitja a földi világ felé, és ahogyan elindul ez a függőleges és kiterjeszkedik lent, az ember számára békesség alakul belőle. Amikor adventi időszakot élünk, akkor tulajdonképpen erre figyelünk oda elsősorban, az Úristen közeledésére. Ez is az advent szavunknak az eredete, Adventus Domini, az Úr érkezése. És amikor az ő érkezését, közeledését várjuk, akkor megjelenik a várakozás a mi részünkről és a nyitottság. Karácsony az Isten nyitottságának nagy ünnepe, amikor ő annyira nyitott az emberiség felé, mi felénk, hogy egészen a mi szintünkre ereszkedett. Egészen a mi világunkba jött, egészen megnyílt mifelénk, és hogyha ezt viszonyozzuk, ezt a nyitást, hogyha találkozunk vele, akkor teljesedik ki az életünkben is az áldás és a békesség. A gyülekezeti alkalmaink is ennek a jegyében zajlanak, adventi estéket ülünk közösen péntekenként, az adventi vasárnapokat megelőző napokban, amikor különböző összefüggésekben figyelünk oda Isten közelségére. Az idén egy különleges sorozat az, ami segít bennünket ebben, az emberi művészet területére is lépünk, mert karácsonyban azt is látjuk, hogy az Úristen az emberi létet áldja meg olyan gazdagon, hogy valami többletet tudjon sugározni magából. Adventi vasárnapokon pedig úgy vagyunk együtt, hogy a gyülekezet felnőtt tagjait a templomban ünneplik az Úristennel való kapcsolatukat, a gyermekek pedig kézműves foglalkozások keretében is foglalkoznak azzal az üzenettel, amivel az Úristen megajándékozott bennünket. És így közeledünk karácsonyhoz, magához, az ünnephez, a kis adventnek a kiemelt alkalmához. Amiatt mondom, hogy kis advent, mert évről évre ismétlődik a karácsonyi ünneplés, az emlékezés. Ez viszont mindig csak emlékezés, közben benne vagyunk a nagy adventben, ami azt jelenti, hogy a mi Úrunk közeledik hozzánk. Életünk minden percével nem csak az életünk végéhez vagyunk közelebb, hanem közelebb vagyunk ahhoz a pillanathoz is, amikor ő visszajön. Akkor már nem mint csecsemő jön el közénk, hanem azért, hogy teljhatalmú Úrként jöjjön elítélni élőket és holtakat. És erre a találkozásra is készülünk, és jó, hogyha ezt a vele való kapcsolatot megélve, szeretettel megélve készülhetünk. Karácsony ünnepén pedig 22-én a kicsikkel előrehozva ünnepeljük meg a nagy alkalmat, amikor önmagát ajándékozta az Úristen nekünk, és a kicsik ajándékot is kapnak külön tárgyi téren is a lelki üzenet mellett. Utána a családokkal együtt ünneplünk, 24-én családi Isten tiszteletet tartunk, amikor kicsinyek és nagyok egyaránt nyitottan figyelhetik Istennek a csodáit és ajándékait. Az ünnep első és másodnapján, 25-én és 26-án pedig az úrasztalát is megterítjük. Mi azt mondjuk erre, hogy az ige, aki láthatóvá lett Krisztusban, láthatóvá és megfoghatóvá válik számunkra is, és úgy vesszük magunkhoz a kenyeret, mint azértünk megszületett, élt és meghalt Krisztus megtöretett testének jegyét és bizonyítékát lelki táplálékként, és úgy vesszük magunkhoz a bort, mint az ő értünk kiontott vérének, az új szövetségnek a megpecsételését. Ebben az ünneplésben teljesedik ki az Istennel való kapcsolatunk, és ebben a kiteljesedésben gondolkodunk, ebben a kiteljesedésben gondolkodva kívánunk a kedves nézőknek is áldást, békességet.